Jó estét kívánok, kedves nézőink! Hát mi nagyon-nagyon örülünk itt a stúdióban, hát csak azért, mert hogy pedagógusok és diákok vagyunk, és a jövő héten ugye kitör majd a vakáció, az őszi szünet, úgyhogy ilyenkor már nem illik búslakodni. A mai műsorunkban egyébként nagyon sok érdekességet tartogatunk, de most sztárokról is lesz szó, és egy olyan pedagógus érkezett hozzánk, aki nemrégiben kerékpáron jött, most viszont két diákot hozott magával, Róma Ádám, a Bring Ádám iskola, és egyébként a Móra Ferenc általános iskola Petőfi Sándor tagintézményének pedagógusa. Hát kedves Ádám, először is gratulálunk, te Oscar díjas pedagógus vagy. Erről egy picit mesélnél, hogy egyáltalán hogyan történt meg veled ez a csoda, ha lehet ezt mondani, vagy ez a különleges díj? Ebben az évben márciusban kaptam ezt a díjat. Az egyik munkatársam jelölt erre a díjra, és több fordulós szavazás után általános iskolás kategóriában én nyertem meg, és Budapesten kellett átvenni ezt a díjat. Nagyon örültem neki, igazából azóta nem változott az életem, de úgy gondolom nem is kellett, hogy változzon, de nyilván ez egy jó visszaigazolás volt, hogy amit igyekszem megvalósítani, annak úgy van eredménye. És voltak bizonyos paraméterek, aminek meg kellett felelni, vagy van különlegességek, amit hoznia kellett annak a pedagógusnak, aki mondjuk nevezhetett ebben a versenyben? Igazából ilyen nagy különleges elvárás nem volt. Kellett írni egy jellemzést a munkatársamnak, és nyilván ő ezt megírta. Aztán a két fordulós volt a szavazás, a második fordulóban hárman maradtunk, és a szavazás végén nekem sikerült megnyernem. Patrik és Ádám elkísért téged, hatodikosok vagytok mindketten. Ugye itt adás előtt egy picit izgultatok, hogy miket is fogok kérdezni, de most gyorsan eszembe jutott egy olyan kérdés, amiről egyáltalán nem beszélgettünk, mégpedig arról, hogyha mondjuk ti döntenétek arról, hogy ki legyen a legjobb, mondjuk Oscar-díjas tanár, vagy bármilyen díjat kitalálhatnátok, akkor mi alapján pontoznátok egy tanárt? Szóval szerintetek milyen egy jó tanár? Ákos. Hát legyen szigorú. Komolyan? Ez az első, hogy szigorú legyen? Hát igen. Aha, szigorú, aztán? És legyen megértő. Megértő? Mondjuk a humor az fontos szerinted, hogy egy tanárnak jó humora legyen? Az is fontos. És mondjuk mennyire legyen érdekes az óra, amit tart? Hát nagyon. Az legyen nagyon érdekes. Te hogy látod? Hát ugye én tanár úrra szavaznék így is, mivel hogy ugye nekünk eléggé sok érdekes embert elhoz, ugye oda az iskolába, meg ugye segít mindenkinek, meg... Szigorú is? Nem. Nem. Akkor már rögtön nem tudnál pontot adni. Bár ki tudja, ugye, hát mindenkinek más a mércéje. Beszélgetünk mindjárt arról, hogy milyen érdekes figurákat hozott el tanár úr. Ugye gyakorlatilag ez is az egyik apropója a beszélgetésünknek, hogy különleges emberekkel hozol be az iskolába, és gondolom, hogy az órára is. Én emlékszem, hogy voltak bizonyos rendhagyó irodalom órái még nekem is annak idején, amikor itt a megyében élő költők, írók, vagy nem tudom, esetleg rajzórára festőművészek is ellátogattak, de azért akkoriban még olyan nagy sztárok nem nagyon voltak. Honnan jött az ötlet? És mit szóltak hozzá ezek az emberek, hogy te meginvitálod őket ide Nyíregyházára? Először is a szigorúra reagálnék. Ugye mind a ketten mondták, azt szoktam mindig mondani, hogy szeretem a rendet, ugye, tehát ez is egy ilyen relatív dolog. Igazából az egyik kerékpártúrán, amit említettél, úgy gondoltam, hogy elhívok egy ismertebb embert, aki a gyerekekkel, két gyerekekkel beszél és elmondja, hogy miért érdemes tanulni, sportolni, kitartó lenni, és igazgatóúrral megbeszéltem, hogy ezt iskolába is meg szeretném valósítani. Nyilván ehhez ő hozzájárult, és egyre több vendéget hívtam meg, és igazából most már úgymond könnyebb a helyzetem, mert akiket meghívok, akkor el tudom mondani, hogy milyen szakterületre érkeztek, és nagyon szívesen fogadják ezeket a felkéréseket. Sőt, tehát ugye egy kiváló referencia van már végül is a hátad mögött, akár egy portfóliót is be tudsz mutatni ezeknek az embereknek. Elképzelhető, hogy most már talán már önként is szeretnének jelentkezni, mert akkor a nagy dolog lesz a Róma Ádám iskolájába bejutni.
Őszintén volt egy ismerősöm, aki így megkeresett, ő fizikus és kísérleteket szokott végezni, és látta, hogy a közösségi oldalon, hogy többen voltak vendégek, és mondta, hogy ha lehetne, akkor ő is eljön, és természetesen örültem neki, és azóta többször is volt már. Én ennek örülök, hogyha megkeresnek, és azt gondolom, hogy mindenki érdekes, és mindenkiben van olyan, amit a gyerekek fel tudnak majd használni a későbbiekben. És milyen órákra jönnek ezek a hírességek? Már majdnem azt mondtam, ezek az UFO-k, ezek a különlegességek, akiket tanár úr elhív. Hát legtöbbször osztályfőnöki órára szoktak jönni. De ezen kívül ugye még szombatonként is, ugye, hogyha van nekünk ilyen külön szakkör, de ez csak ritkán szokott lenni, oda is szoktak jönni, meg ugye pénteken nekünk van plakátkészítő szakkör, és oda is el szoktak gyakran. Na, ki volt a legizgalmasabb, vagy számotokra ki volt a legszimpatikusabb vendég eddig? Hát nekem Bruti volt egy stand-up kemeris, és nagyon vicces volt, nagyon tetszett. Uh-huh. Nekem Dr. Pap Katalin, ugye a nagymamámat ismeri is, mivel ugye ők a kórházban dolgoztak. Katika néni, ugye ő csak gyermekápoló volt, most már a Debreceni Egyetemen tanít. És ő miről beszélt nektek? Hát, mi mindenről, tehát miért volt érdekes mondjuk egy ilyen ember, aki az egészségügy területén töltötte, gondolom, hogy az életének a jelentős részét? Mert szerintem az egy jó dolog, hogy a gyerekeken segít. Az osztályfőnöki órát említettétek. Nyilván az iskola nagyon széles spektrumon kínál lehetőségeket. Beszélgettünk itt arról is, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekeknek megmaradjon a kedve, hiszen minden nagy csoportos alig várja, hogy iskolába menjen, aztán a kezdeti nagy buzgóság az bizony leszokott törni, hogyha nem olyanok a visszajelzések, vagy túlságosan nehéz mondjuk az iskola. Hogyan fogadjátok azt a tervet, hogy most már egy picit lassabb tempóba tudjanak a kicsik tanulni, tehát akár 2 év áll majd rendelkezésükre ahhoz, hogy elsajátítsák az írás-olvasást. Jobb lesz szerinted, ha egy picit visszafogjuk a gyeplőket? Azt gondolom, igen. Szerintem az a legjobb, hogyha ha alapos tudása lesz a gyerekeknek. Néha kevesebb, azt több, ugye szokták mondani. Tehát azt gondolom, hogy ne belekapjunk dolgokba, hanem inkább egy-egy dolgot mélyebben tanuljunk meg, és akkor azokra lehet építeni. Én azt szoktam mondani, hogy olyan óriási nagy ma már az információ a világban, hogy gyakorlatilag azt várni, hogy egy gyerek kitűnő tanuló legyen, vagy eminens legyen, vagy mindenből tökéletes legyen, az lehet, hogy túlságosan nagy szülői elvárás. Inkább talán meg kellene tanulnia azt, hogy megtalálják a személyiségükhöz illő területet, vagy magát azt, hogy hogyan tudnak mondjuk információkat birtokolni. Szerinted milyen terület vannak még, gondolom, hogy ez is egy ilyen, hogy híres embereket meghívni, amivel lehet a fiatalok motivációját növelni, vagy akár esetleg olyan technika által kínált lehetőségeket, amelyek még ma a mai magyar iskolákban nem mindennaposak. Korábban beszéltük, azt gondolom, hogy élményeket kell nekik nyújtani, mert az azért tudja szerintem motiválni őket, mint a saját életemben is tudom mondani, ugye azért nap mint nap dolgozom, de el szoktam járni sportolni, vagy kirándulni, és nyilván ezek a hétköznapokat színesítik, és pont ezért gondoltam az iskolában is, hogy nekik olyan különböző programokat szervezzek. Nyilván fontos a tanulás, de szeressenek iskolába járni, várják akár ezeket a vendégeket, új dolgokat tapasztalhassanak meg. Tehát azt gondolom, hogy fontosak az élmények, és ha bár nagyon sok mindent interneten el tudunk ma már érni, azért a személyes kapcsolatok a legfontosabbak, és pont ezáltal, hogy sok programot szoktunk szervezni, így ezek a személyes kapcsolatok is erősödnek. Hát olyannyira, ugye, hogy most szinte már barátként érkeztetek ide a Kölcsei Televízió stúdiójába. Hát azzal kezdtem, hogy ugye jön az őszi szünet, gondolom, hogy annyira nem bánjátok. Mivel töltitek majd ezt a pár napot? Lesz-e benne sport, lesz-e benne egy kis tanulás? Hogy tervezitek? Hát én ugye nagyon szeretek focizni, és kapus poszton játszok, és hát jobban szeretném fejleszteni a tudásomat a fociban. Akkor most lesz rá egy pár napod, és te, Patrik? Ugye, hogy lesz Halloween, és az én testvéremék imádják. Ugye én nekik fogok segíteni díszeket, meg tököt faragunk. És begyűjtítik a rengeteg édességet, és attól pörögtök majd egy pár napig, és Ádám bácsi, te mivel töltöd az időt? Pihenni fogok, dolgozni is,
igazából, illetve a szeretteimmel találkozok, úgyhogy igazából... És talán még bicajozol is egy picit? Mostában kevesebbet szoktam, de lehet, hogy még azt is fogok, mert most azért sok szabadidőnk lesz. Na csak arra voltam kíváncsi, hogy esetleg színházban nem mentek-e a közeljövőben. Nemrégiben volt egy előadás itt Nyíregyházán, igaz, hogy nem a Móricz Zsigmond Színházban, hanem a Művelődési Központban, a címe Bepasiztunk. Ott járt stábunk is, és ebből láthatunk most egy kis összefoglalót. Itt bármennyire is lehet összecsengést felfedezni a mi életünk és a sztori között, semmi köze a kettőnek egymáshoz, persze mindhárman elváltunk. De tekerjük csak vissza. Persze mindhárman elváltunk, tehát nekünk is megvolt ez az élmény az életünk során. És akár így is kezdődhetne ez az interjú, de nézzük az elejétől. Teltház a Nyíregyházi Művelődési Központban. Bepasiztunk címmel ugyanis tegnap láthatta a nagy közönség Détár Enikő, Kós Réka és Ladinek Judit szereplésével a Molnár László által rendezett produkciót. Három vagány, gyönyörű, szenvedélyes és nem utolsó sorban bátor nő, akik felvállalják érzelmeiket, baklövéseiket. Akár egy szexi és New York részlet is lehetne, ami a színpadon történik, bár itt nem édességekkel és alkohollal feledik a hölgyek a csalódások korszakát, hanem a 80-as, 90-es évek rockslágereivel, amelyek magyar sztorira ráírt dalszövegeket kaptak. Egy olyan dologról szól nő-férfi viszony, ami ugyanúgy érdekli mindkét nemet, és nagyon sok történet szinte szembe jön a nézőknek. Ugye három elvált nőről van szó, akik keresnek valamit a világban, akik úgy gondolják, hogy attól, hogy elváltak, még nincs vége az életüknek, és hát nem mondom el a sztorit, hogy mi is történik, de nagyon pozitív a kicsengése. És hát a másik, hogy fantasztikusak ezek a nóták. A 80-as, 90-es évek rock és pop slágereit énekeljük, de nem egy tükörfordítással, hanem szituációba helyezett szövegekkel, és éppen ezért nagyon, nagyon illenek a karakterünkhöz, illetve a helyzethez, amiről szól a darab. Azért fontos megemlíteni, hogy kitalált történetről van szó, nem a színésznők válásai, történeteit dolgozza fel a darab. Molnár László rendező a produkcióban szereplő három nő által azt próbálta megmutatni, hogy egy férfinak mi a véleménye a férfi társairól. Az előadás leginkább a középkorú nézőket ültette be a nézőtérre, hiszen leginkább őket érintette a válás témája, és a koncerten elhangzott dalok pedig elmúlt ifjúságokra emlékeztetik őket. A színpadon történő multidézésben olyan dalok átiratát hallhatjuk, mint az Eye of the Tiger, a November Rain, vagy az I Want to Break Free. A darab persze nem vonta el a figyelmünket Détár Enikő színésznőről sem, hisz Nyíregyházáról kötődő múltja miatt kíváncsiak voltunk arra is, milyen újra itthon. Több nő nézi természetesen, mint férfi. A férfiak szemérmesebben kezelik. De egyébként a Madár Színházban, amikor játszottuk a stúdióban, akkor azt vettük észre, hogy hála az égnek, egyre több pasi is megjelenik a nézőtéren. Szerintem ez fontos. Vagy a saját történetükre, akár a nők, akár a férfiak, vagy a környezetükben, vagy a szüleikére, vagy a gyerekeikére. Egyébként nagyon érdekes, hogy az első időszakban többnyire középkorú nők, és aztán egyre több fiatal, és hogy nagyon sok idős pár is megjelenik az előadásokon. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenkinek szól. A párkapcsolat szerintem a világon az egyik legnehezebb, meg a gyereknevelés. Molnár László ötlete volt ez az egész, és ő is rendezte. Szigorúan fogott bennünket, de kell is, hogy ne kanászodjunk el, de egy-egy lazaság, néha egy-egy poén belefér, de ha túl sok lenne a zsrmözlina, akkor szétesne az előadás. Tehát muszáj egy előadásnak legyen feszessége, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy laza. Egyszer-egyszer egy-egy plusz poén az belefér. Nekem mindig megdobban a szívem. Nagyon sokat jártam ennyi nőben, a gyerekeim apukája, Nyíregyházán volt színész, és az én első gyermekem.
a Rékasi Eszter Réka, Gigi Bece névre hallgat, ő itt született, úgyhogy sok időt töltöttünk itt. A művésznők a magánéletben is nagyon jó barátnők, ez sok energiát ad a színpadon nyújtott 100%-os teljesítményhez. Szükségük is van minden energiára, hisz szinte az egész estés műsort végig táncolják és énekelik. Háromfelé oszlik a strapa. Az az igazság, hogy elmúlik pillanatok alatt, mintha elrepülne ez az egész előadás, mert ugye annyira megy, csináljuk, nem állunk meg egy percre, sokkal hosszabbnak tűnik egy olyan előadás, ahol várakozni kell, úgyhogy én szeretem ezt, amikor ennyi dolgom van. Hát barátnőként pont jó volt, hiszen mi nagyon-nagyon jóba vagyunk, mind a hárman, úgyhogy így nagyon-nagyon sokat nevettünk, hát volt az a baj, most is sokat nevettünk, és akkor nehezen megy a meló. Fekete, cipzáros miniruhák. Minden készen áll ahhoz, hogy a színpadon lévő három elvált nő bepasítzon. Természetesen a teljes darabot nem meséljük el, legyen meglepetés annak, aki még nem látta, de annyit elárulhatunk. A sztori Tina Turner Proud Mary számával ér véget, ami egy nő válásáról szól, aki csak úgy úszik az árral, és büszke, mert képes volt egy új, ismeretlen útra lépni. Szóval a befejezés happy end. Színház után pedig koncertek következnek, a Klub Hollywood programjairól fogunk beszélgetni Balog Attilával. Szia, kedves Attila! Szervusz, is fogunk, nem csak beszélgetni, mert hogy jó kis belépőjegyeket hoztál. A Facebook oldalunkat is kell figyelni természetesen, ahogyan azt a kedves nézők már megszokhatták, de most rendhagyó módon Attila el is fogja mondani a kérdést, de ha valakinek nem sikerül, vagy valamit elfelejtene, akkor mindenképpen nézze meg a Kölcsei Televízió Facebook oldalát, és utána pedig, hogyha olyan szerencsés lesz, akkor semmi más dolga nincs, mint hogy fogjon nyakon csípjen valakit, és elfáradjon erre a koncertre. Nos, Attila, egyébként melyikre nyerünk majd jegyet? Vagy nyerhetünk? Puskáznom kell egy kicsit, mert olyan színes programmal sikerült előállni ebben az őszi-téli tavaszi szezonban. Nagyon-nagyon sok vendéget, nagyon-nagyon sok zenekart hívtunk, meg sikerült meghívni, és fogadták el a megkeresésünket. A november 4-i Anna and the Barbies koncertre lehet belépőjegyet nyerni annak a kedves nézőnek, hallgatónak, aki sikeresen válaszol a feltett kérdésre. Hát én a koncertre szerintem én is elmegyek, ugyanis egy nagy számomra, amióta nem dolgozom rádióban, megmondom őszintén, nem mindig követem így a friss csapatoknak a klipjeit, de most a YouTube-on végigvadáztam egy jó pár nótát, mert tényleg szédületesek, nagyon kreatívak, úgyhogy biztos jó koncert lesz. Mi legyen a kérdés? Akkor rögtön az elején tegyük. Itt a lényeget, pedig a végére kellett volna hagyni, vagy hagyjuk a beszélgetés végére? Nem, csigázzuk fel a nézőket, és hagyj gondolkozzanak rajta, vagy nézzenek utána, és ismerjék meg a számukat. Legyen a kérdés az, hogy az Anna and the Barbies legújabb lemezének a címe, vagy a lemezről, az lemez egyik számáról készült videóklipnek a címe. Na, akkor ameddig a nézők ezt a kérdést felírják maguknak, és emészgetik, addig egy picit, még mielőtt itt a nagy sztárokról beszélgetnénk, Attila, egy kicsit arról beszélgessünk már, hogy itt most 2017-ben Nyíregyházán van ilyen, hogy klub élet, lehet ezt mondani? Nagyon köszönöm a kérdést. Igen, most már eljutottunk odáig, és nyilván látjuk, nyilván azt tapasztaljuk az életünkben, hogy a fesztivál időszak az kitolódott, elég korán megkezdődik, és elég sokáig tart. Az elmúlt években sajnos az emberek, vagy sajnos, vagy nem sajnos, de megcsömöllöttek a nagyon-nagyon sok rendezvénytől. Ezért nehéz volt becsalogatni őket egy zárt helyre, ahol hát mondjuk azt, hogy
Ha hideg volt, azért nem indultak el, ha esett az eső, azért nem indultak el, ezért nagyon-nagyon oda kellett figyelni, hogy milyen zenekarokat és milyen programokat állítunk össze, hogy az embereket ki tudjuk csalogatni. Fontos volt, és azt látom, hogy van eredménye, mert szeretik és kérik az emberek. Itt mondanám el, hogy a koncertek és az előadók kiválasztásánál a közönség és a megjelent embereknek a véleménye az, ami inspirál, és ami miatt keresem, hogy kik jöjjenek, ki legyen a következő fellépő, mik az igények. Figyelemmel kísérem azt, hogy mely előadóknak jelenik meg új albumuk, mert az új albumuk bemutatása nagyon fontos, és várják az emberek is, és igen, nagyon sokan járnak már, mondhatom azt. Én átfutottam ezt a listát, azt látom ugye, hogy tulajdonképpen azért végül is egy szubkultúra a klub élet, hiszen ugye itt azért vannak emberek, akik tudják, igen, hogy, és általában ez ugye igényes műfajt is jelent, tehát nem feltétlenül csirkét fognak darálni a színpadon, és tingli-tangli nótákat énekelni rózsaszín ruhás lánykák, tehát itt azért a mondani való és az igényes zene is találkozik, ugyanakkor ugye lehet közben akár beszélgetni, haverjainkkal találkozni, tehát egyfajta ilyen család és barát egyesítő helyszín is egy ilyen klub. Te, aki azért a zene világából jössz, és tudod, hogy ez mennyire fontos, megéri ezt tulajdonképpen évről évre ilyen energiával csinálni? Arra gondolok csak, és bocsánat, nagyon hosszú a kérdés, ugye, hogy általában az ember benne van egy bizonyos korban, szeret esetleg bulizni, aztán családja lesz, gyerekei lesznek, és kiesik erről a területről. Tehát van utánpótlás? Mondjuk 5 év múlva már egy új arcokat látsz ugyanezeken a helyeken? Igen, nagyon jó a kérdés. Mindig új arcokat látunk. Vannak a törzs közönség, aki szinte majdnem mindegyik koncerten megjelenik, illetve vannak az újak. De a koncert lista a zenekarok összeállításánál várjuk az új embereket, és pontosan ezért vannak azok a zenekarok, akik lehet, hogy ismeretlenül hangzik a nevük, és ezért van az, hogy folyamatosan már jó előre reklámozzuk azokat a zenekarokat, mert rá lehet készülni, meg lehet hallgatni. És hogyha valakinek tetszik a zenéjük, azok eljönnek és meghallgatják. Mindamellett a nyíregyházi zenekaroknak és az itt élő zenekaroknak is lehetőséget adunk, nagyon-nagyon sok lehetőséget adunk arra, hogy bemutatkozzanak. Szükség van rá, igény van rá. Önálló koncertben, vagy esetleg előzenekarként lépnek? Megpróbálták már önálló koncertben is, illetve előzenekarként is léptek fel már nyíregyházi zenekarok, és el tudom mondani, hogy neves zenekarok, mondhatom a nevét, a Paddy and the Rats zenekar egy nyíregyházi zenekart előzenekarként hordott magával egy turnéja itt során. Itt csípték fel őket? Mert igen, itt beajánlottam őket, tetszett a zenéjük, és vitték magukkal. Hát akkor azt gondolom, hogy ez mondhatni, hogy jó ugródeszka, de hát sokaknak azt gondolom, hogy nem csak ugródeszka, hanem egy olyan színpad, ahol végre értő közönség hallgatja őket. Egyébként meg hát ugye nyilván minden zenekar, tehát Elvis Presleyt sem ismerték az első fellépésén, aztán kellett hozzá ugye egy pár koncert és egy jó marketing, hogy ismerté váljon. Ha már itt most már beszéltünk ugye nagy vonalakban a dolgokról, de ahogy én átfutottam a listát, tényleg vannak olyan zenekarok, akik húzónevek, úgyhogy csináljunk egy kis kedvet. Mi lesz mondjuk most a közeljövőben? Neked már itt egészen, ha jól látom, tavaszig megvan a tervezeted. Igen, muszáj előre gondolkozni, és muszáj a zenekaroknak is előre gondolkozni abban, hogy az ősztéli, tavaszi szezonjuk az folyamatos legyen, és hát igen, előre kell gondolkozni, hogy egy jó zenekart meg tudjunk csípni, és időpontunk is legyen rá. Igazából tényleg minden korosztálynak és minden rétegnek megfelelő zenéket és zenekarokat hívtunk. Az ír rock kocsma zenészektől, a Paddy and the Rats-től kezdve az Európa kiadón át, ami nyilván már egy megint másik korosztálynak szóló zene, a Müller Péter Sziámi. De hogy a kicsit populárisabb irányban is elmozduljunk, ezért Margaret Island, ismerős arcok, depresszió, mobilmánia, minden rétegnek megvan a maga stílusa, a maga zenéje, és azokat az embereket is szeretettel várjuk. Hányan férnek be egyébként a Klub Hollywoodba? Hivatalosan
400 fő a befogadó képessége. Hát erre nagyon figyelünk is, mert a jó pár évvel ezelőtt történt baleset óta azért a hatóságok is odafigyelnek rá, ezt betartjuk. Erre a létszámra tudom azt mondani, hogy kényelmesen és jól tudnak szórakozni. Még egy dolog jutott eszembe, hogy azért ezek az együttesek nagy koncerteket, akár szabadtéri koncerteket is adnak. Van különbség egy mondjuk egy Kossuth-téri koncert között, és mondjuk egy klub hollywoodi koncert zeneileg között? Zeneileg nincs. Zeneileg pontosan ugyanazt tudják adni, és ugyanazt nyújtják, mint a esetlegesen Kossuth-téri nagy koncerten, viszont közvetlenebbé válik a zenekar és a közönség közötti közvetlenség, azt, hogy együtt el tudnak fogyasztani egy kávét, egy üdítőt, vagy bármilyen italt, tudnak beszélgetni a dohányzó teraszon, együtt cigarettáznak, beszélgetnek, közvetlenebbé válik ez az egész, és talán ezért kezdik megszeretni az emberek, hogy igen, ott vagyok, és nem választ minket el egy kordon egymástól. Igen. Könnyen tudnak autogramot is kérni akár. Akár, igen. Hát Attila, köszönjük szépen, reméljük, hogy nagyon sokan lesznek ezeken a koncerteken, mert tényleg nagyon igényes és jó csapatokat hívtál ide Nyíregyházára. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mi pedig hamarosan folytatjuk, majd újabb vendégekkel jövünk a második részben, maradjanak velünk.